Magyarországon az van a körforgalmakkal, hogy Romániában gyakorlatilag nincsen hagyomány. Most ezt tankönyvből tanulták többé az emberek, mert gyakorlatilag nem voltak körforgalmak, és ez maradt meg nekik, hogy akkor behajtunk, akkor elsőségünk van. Na most ez egy pár éve megfordult, európai normák szerint működik most már nálunk is, tehát elsőséget kell adni, ha behajtunk a körforgalomba. És hát ez a kérdés, hogy hogyan. Csak körbe-körbe forog velem, ami egyszer volt. Velünk szembe, ha már nem van a körforgalomba, akkor annak már azért érdemes odafigyelni, hogy körülbelül milyen sebességgel halad és hol fog kimenni. Tehát az elé azért már nem ajánlatos bemenni. Meg aki éppen a döllünk bal kézre legközelebb levő utcából készül éppen már behajtani, arra is nagyon kell figyelni. Rengeteg félreértés adódik a jelzésből, hogy akkor mit kell jelezni és mit nem kell jelezni. Tehát a körforgalomban való behajtást azt nem jelezzük. A körforgalomban való kihajtást jelezzük, és ezt lehetőleg nagyon egyértelműen kell tenni szintén, mert van, aki már korábban hogy majd fog valahol menni, és elkezd jelezni, aztán nem lehet tudni, hogy mit akar ebből kihozni végül is. Tehát amiután elhagytam az utolsó kijáratot, és a következőn akarok kimenni, azt kéne jelezni. Egy másik oka, amiért az emberek mégis jeleznek, és összezavarodnak, ha több sáv van be, ebben az esetben tényleg jelezhetünk, de akkor nem a körforgalmat és a körforgalomban való irányváltást jelezzük, hanem a sávváltást. Ugyancsak az elsőbségadással kapcsolatban. Ahhoz, hogy a körforgalomban az elsőbségemet élvezhessem, meg hogy a másiknak, akinek jár, meg tudjam adni, az a megfelelő sebességgel kell közlekedni. De itt is ki vannak téve a 30-as táblák körbe. Tehát 30 km per órás sebességgel az autó egyetlen egy másodperc alatt is közel 9 métert halad. A jól bevált zipzár módszert kellene alkalmazni. Ami azt jelenti, hogy egyik irányból is egy autó, másikból is egy autó. És ehhez szintén, ha ez jól működik, ha mindenki figyel a másikra, akkor ez nem kell megállni. A következő részünkben a többsávos útról fogunk beszélni. Tartsatok akkor is velünk! Közlekedjük okosan!